Folytatjuk a mokkát. Több tízezer menekült lépte át a határainkat az elmúlt néhány hónapban. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat több száz önkéntese segíti a határa érkezőket. A társadalom és egész Európa is megosztott a menekültek befogadásával és támogatásával kapcsolatban. Vendégem a témában Kozba Imre atya, a Magyar Máltai Szeretett alapító elnöke. Jó reggelt, kíván Jó reggelt köszönöm, kívánok! Jó Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És Szívesen örülök, jöttem. Örülök, hogy ismét találkozunk. Régen beszélgettünk már. Hát nézzük, vajon a, az európai emberek milyen iránymutatás alapján közelítik meg ezt a jelenlegi menekült helyzetet? Egy vallási alapon, kulturális alapon, vagy most már mondhatnánk azt is, hogy az, ez abszolút politikai kérdés? Úgy gondolom, hogy az emberek nem gondolnak politikára a. a Közember nem gondol politikára, viszont tapasztalja azt, ami van. Mi szívesen hivatkoznánk a mi keresztény értékrendünkre, hiszen ez vagy meghatározza a gondolkodásunkat, vagy nem vagyunk keresztények. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy azok, akik jönnek egy más civilizációból jönnek, egy más kultúrában nevelődtek, és természetesen azt se szabad elfelejteni, hogy az iszlám hódító vallás. És én azt hiszem, hogy Európa most ezzel a kérdéssel nem tud mit kezdeni. Ha tetszik, ha nem. Sajnos Európa igen nagy bajban. Valaki azt mondta, hogy se nem Európa, se nem Unió. Egy, egy biztos, hogy valahol, valahol a gyökereit elveszítette Európa, vagy önként, vagy pedig engedett, hogy a, hogy a gyökereit kitépjék. Ugyanakkor. Mintha elfelejtenénk azt, vagy, vagy nem is tudjuk talán, hogy az iszlám valóban hódító vallás. Az iszlám bárhol létezik, vagy túlsúlyban van, vagy készül arra, hogy túlsúlyba kerüljön, és ő határozzon meg mindent. Na most, tehát a keresztény értékrendünket ők gyengeségnek tartják. És akkor, hogyha a hódító vallásnak tekinthető az iszlám atya, akkor vajon a, a kereszténység, a keresztény egyház, a katolikus egyház, Ferenc pápa megnyilatkozása, mennyire lehet hogy mondjam, iránymutató az emberek számára és az egyház számára. A, a Szent Atya nyilvánvalóan hívő ember, hát jól néznénk ki, hogyha pápának a hitével bármi nemű gondja lenne, és a hitünk alapján mi mindenképpen egymásról úgy gondolkodunk, hogy minden ember testvérünk. Tehát a Szent Atya nyilvánvaló ebből, a, ebből az értékrendből kiindulva fordul felénk, hogy segítsünk ezeknek az embereknek. És ön szerint minden ember testvérünk? A testvérünk? Én szerintem igen, iszlám szerint viszont nem, mert aki kezébe veszi a Koránt, olvashatja azt, hogy a Korán szerint, aki nem Mohamedán, az nem embertársunk. Önök rengeteg, az önök önkéntesei rengeteg menekültel találkoztak és találkozhattak az elmúlt hetekben, sőt, hónapokban. Mit tapasztaltak? És egyáltalán önök miért érezték ezt? ennyire fontosnak, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat munkatársai, önkéntesei hetek óta a határon segítsék a menekülteket, gyerekeket, szülőket, családosokat? Egyszerűen hozzátartozik a küldetésünkhöz. Tehát nem nézhetjük tétlenül azt, amikor egy ember uton van mi nem azt nézzük, hogy ki van az uton, hanem aki uton van, az kiszolgáltatott. A Máltai szeretet Szolgálat az első pillanatban döntést hozott, hogy segíteni kell ezeknek az embereknek, és még sajátos segítési módot fogalmaztunk meg, az, az egészségi oldalról közelítünk ezek felé, az emberek felé, mert etetni sokan etetik őket, és egyébként is a politikai szereplőknek feladata, hogy ezeken az embereken segítsenek, illetve bizonyos értelemben gondoskodjanak róluk, viszont, viszont az, amivel mi megyünk hozzájuk, az mindenütt gyenge. Tehát mi kötözzük a sebeiket, meg kötözzük a lelki sebeiket, mert, mert sok van ezekből. Egyrészt amiatt, hogy, hogy hogy éltek éveken keresztül ott, ahonnan elindultak, másrészt a kiszolgáltatottság. Tehát ez érthető. Imratya, az önök számára nyújtott segítség, hiszen azért önök is valahonnan kapják a felajánlásokat, Ür, nem csökkent az elmúlt napokban, elmúlt hetekben? Nem egyáltalán nem. Az emberek nagy része ebben egyetért, hogy, hogy ilyen módon, vagy, vagy igen, a segítés nyújtásnak ezt a módját elfogadják. Itt egyre többen vannak emberek, akik megismerik ezeknek az embereknek azt a magatartását, ami nem a menekültekre jellemző azért mi tudunk összehasonlításokat tenni. Ezek az emberek nem olyan menekültek, mint voltak a keletnémetek, vagy voltak a délszláv háború idején, azok a százezrek, akik itt befogadást nyertek Magyarországon. Ezek az emberek egy kicsit más módon vi viselkednek, és, és mintha, mintha megérkeztek volna oda, ahol ők elfoglalják az új helyüket, és ahol új szerepük lesz, és bizony ez munkál ezekben az emberekben. Néha, néha azt tapasztaljuk, hogy követelőzők, agresszívek. Most, most bizonyos magatartásuk van olyan is, ami félreérthető, talán eldobják az ételt. Ennek lehet sok minden magyarázata, nem biztos, hogy az, az értelmezi ezt, hogy, hogy rossz ételt kaptak. Vallási, vallási hivatkozásaik lehetnek. Nemrégiben Münchenben tartott előadást. Mit tapasztalt Németországban? Hogyan állnak ez a menekült áradathoz? Hát először is az, azon az előadáson, ahol nagyon sokan összegyűltek, azt tapasztaltam, hogy, hogy az emberek nagy része távolságtartó. Tehát nem olyan nyitott, mint ami a német politikai gondolkodást jellemezte, bár már ott is tapasztalunk két hát lépés rácot, hátra, igen. Mert, mert engem még inkább megdöbbentett a, a, a városnak a képe. Régen jártam Münchenben, ma, ö, ma más a képe a városnak, mégpedig nem a mostani benek, be, ö, érkezők miatt, hanem akik már ott élnek. A, a Münchennek a nem tudom hány százaléka már iszlám vallásúak által lakott város lett. Az emberek megváltoztak, távolságtartók lettek, nem volt az a hangulata a városnak, mint megszoktuk korábban. És ugye ez is egy nagyon nagy kérdőjel, itt ennél az esetnél, hogy ez a helyzet majd stagnálni fog, vagy ez tényleg még inkább átbillen erre az állapotba. Imratja, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk, találkozunk még gyakrabban. Köszönöm, Én szívesen hogy itt jövök volt. mindig ha hívnak. Köszönöm, hogy itt volt.